minden férfi ember, illetve sportrajongó vágya teljesül abban, hogy most június 11-től egészen egy hónapon keresztül július 11-ig a VB mérkőzéseit tekinthetjük Dél-Afrikából. Nem csak a szakembereknek, a sportolóknak, hanem úgy hiszem minden embernek ez a legfontosabb esemény ebben az idei évben, hiszen egy olyan ország fogja megrendezni ezt a világbajnokságot, ami ugye Afrikában egyedülálló, tehát Afrika még nem rendezett világbajnokságot, tehát ebből a szempontból is egy kis pikantériát ad ez a világbajnokság. Nagyon kíváncsi leszek mind a rendezés minőségére, mind a nézőkre, ugye, hogy mennyire fogja tűzbe hozni a közönséget maga a mérkőzés. Nagyon kíváncsi vagyok a csapatoknak a teljesítményére, a különböző nagy sztár mennyire fog érvényesülni a pályán, mennyire tudják kipihenve elkezdeni ezt a világbajnokságot, hiszen egy fárasztó, akár BL, akár klub mérkőzések kell a hátuk mögött. A csoportkör után én nagyon várom Németországot, Hollandiát, Olaszországot, ugye ezen kívül Brazília, Argentinát mindig favoritnak lehet nevezni. Hát ezen kívül, hogy két afrikai csapatokat gondolom, hogy oda juthatnak, de én úgy hiszem, hogy mindenféleképpen angolokat ide lehet még sorolni, az európai országok csapatai fognak dominálni, kiegészítve szerintem a dél-amerikai, brazil és argentin csapatra. Én nagyon szeretem az angol futballt, én annak a híve vagyok, tehát én ezt az elszántságot, motivációt, fel alá futkorászást, mint technikailag képzettek ugyancsak a játékosok, de ez engem a Premier Liga hangulata fogott meg, illetve az angol csapat játéka most egy olasz edzővel ugye megspékelve. Nem számomra mindenféleképpen az angol csapat az a favorit.